Savanyúság, kacsa, hal, sokan az utolsó pillanatban szerzik be az ünnepi asztalra szánt ételeket a városi piacon. Nagy volt a sor tojásért is, a piac vezetője hasonló forgalomra számít még pénteken és 24-én délelőtt is. Habár karácsonykor nem nyit ki a piac, a két ünnep között a megszokott nyitvatartással üzemel majd. A piac nyitvatartásunkat könnyű megjegyezni, a piros betűs ünnepen, tehát 25-én, 26-án és elsőjén nem leszünk nyitva. Egyébként minden nap a szokásos nyitvatartás szerint leszünk. Nyitva vagyunk szenteste napján is, nyitva vagyunk délig, tehát a piac minden 5-14 óráig van minden nap nyitva. December 31-én pedig szintén reggeltől délig lesz lehetőség vásárlásra. Fülöp György azt mondja, a szilveszter előtti napokban a virsli és a sertéshús a legkelendőbbek. Zsúfolásig megtelt az egyik székesfehérvári üzletközpont parkolója csütörtökön délelőtt. Ide is sokan érkeztek, hogy bevásároljanak az ünnepekre. A maroshegyi üzlet tulajdonosa azt mondja, leginkább ajándéktárgyakat, tisztítószereket és élelmiszereket visznek a vásárlók. Választék körülbelül ugyanazt viszik, csak most úgy érezni, mintha csak sokkal több vásárló lenne. Nem tudjuk, hogy az előző évek lezárása miatt, hogy kevesebben jöttek vagy mehetek vásárolni, de most nagyon meglátszik, hogy nagyon nagy a forgalom az ünnepek előtt. Ebben a boltban a piachoz hasonlóan a piros betűs ünnepnapok kivételével a szokott időben várják a vásárlókat. Volt, aki nem hagyta az utolsó pillanatra a bevásárlást, csak egy-két termékért ugrott be az üzletbe. Már mindent megvettem, úgyhogy ez is dekorációhoz kell nekem tulajdonképpen a papírot, hogy felhasználom. Akinek pedig lemaradt volna valami a karácsonyi bevásárló listáról, az akár az ünnepnapokon is beszerezheti a hiányzó termékeket, ugyanis nem csak itt, hanem a város több pontján is éjjel-nappali üzletek várják a vásárlóikat. Emellett pedig az egyes benzinkutakon is lesz lehetőség vásárlásra. A karácsonyi időszakban éjjel-nappal állnak a vásárlók, és természetesen az autósok rendelkezésére. Az ünnepre hangolódás pedig nem telhet el forralt bor és karácsonyi vásár nélkül. A belvárosban ez idő alatt is nyitva tartanak az árusok. Két ünnep között mi végig nyitva leszünk. 24-én csak a főbódénk lesz nyitva 10 és délután 1 között. 25-től 31-ig viszont ez a bódénk ez reggel 9-től este 9-ig minden nap. A főbódénk kettővel arrébb pedig reggel 10-től este 10-ig minden nap nyitva lesz, szilveszter napján is, és még január 1-én is a főbódénkat kinyitjuk reggel 10-től, ameddig van rá igény. A legtöbb szórakozóhely, pub az ünnepek alatt is nyitva tart, több helyen készülnek karácsonyi bulival. Az év utolsó napjára pedig kivétel nélkül mindegyik vendéglátóhely fergeteges szórakozást ígér vendégeiknek.